Kedves szomszédok, barátok, érdeklődők! Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttünk ma. Azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy miért vagyunk itt. 70 éve szörnyű dolgok történtek ebben a városban, ebben az utcában, ebben a házban. Erre emlékezünk ma többek között. 70 évvel ezelőtt Horthy Miklós kormányzóságának utolsó hónapjaiban a magyar politikai vezetés végzetes lépésre határozta el magát. A vidéki zsidók deportálása után a fővárosban élőket kényszerítette lakhelyük elhagyására. A magyar politikai vezetés elsőnek a budapesti zsidóság deportálását tervezte, csak német tanácsra kezdték a vidéki lakossággal a zsidónak tekintett magyar állampolgárok megsemmisítését. A végső cél nem változott. Kimondva vagy kimondatlanul a budapesti zsidókat is megsemmisítő táborokba szánták. A zsidó törvények alá eső magyaroknak, akik 44. április 5-e óta ruhájukon hatágú sárga csillagot voltak kénytelenek viselni, június 21-i határidővel kijelölt kényszerlakhelyre, úgynevezett csillagos házakba kellett költözniük. A mi házunkat is itt a Balzak utcában, amit akkor Légrádi Károly utcának hívtak, ilyen csillagos háznak jelöltek ki. A rendelet, amely június 16-án jelent meg, azaz 5 napot adott a költözésre, előírta, hogy a lakók, régiek és frissen beköltözöttek, házaik bejáratán fölé, jól látható, mint a rendelet fogalmazott, kanári sárga Dávid csillagot helyezzenek el. Az 1941-es népszámlálás szerint Budapest lakosságának mintegy 21%-a minősült zsidó származásúnak, 187 ezer zsidó és további 35 ezer úgynevezett kikeresztelkedett zsidó, akikre vonatkozott a sárga csillag viselését előíró rendelet. Az átköltözés tehát elméletileg 220 ezer embert érintett. Az akkori Budapesten megdöbbentően nagy számú épületre kellett kitenni a sárga csillagot, aminek alig maradt emléke a köztudatban. A közel 2000 épület az egész városban szétszórtan helyezkedett el. Fél éven keresztül minden járókelő láthatta, hogy hol laknak, és személyesen kik az üldözött budapesti zsidók. A nemzetközi események hatására a fővárosi zsidók többségének sorsa kevésbé tragikusan alakult vidéki társaikéhoz. Nem hallani. Nyisd ki a szádát. Gyere közelebb ide. Gyere közelebb. Fél éven keresztül minden járókelő láthatta, hogy hol laknak, és személyesen kik az üldözött budapesti zsidók. A nemzetközi események hatására a fővárosi zsidók többségének sorsa kevésbé tragikusan alakult vidéki társaikéhoz, vagy a mai Budapesthez tartozó, például Újpest, Pesterzsébet és Kispest lakóihoz képest. A fővárosból indított halálmenetek több tízezer áldozatot követeltek, de a budapesti zsidóság elkerülte a tömeges deportálást. A Dunaparton agyonlőtt, illetve az ostrom alatt elpusztult ezrek kivételével a városban bujkálva, vagy a 44 decemberében felállított gettóban a zsidóság Budapesten nagyobb eséllyel élhette túl a vészkorszakot, mint vidéken. Ma több mint 100 hasonló megemlékezést tartanak szerte Budapesten egykori csillagos házak előtt. Azért, hogy méltóképpen és tisztességgel nézhessünk szembe közös múltunk eme nehezen felfogható fejezetével. Most pedig hadd mutassam be Falus Gabriellát, aki személyes történetét fogja megosztani velünk. És menjünk be szerintem, mert lehet, hogy jobban lehet hallani. Jobban fogjuk hallani őt. Yeah.